Tehát a házelnök úrnak hoztam egy üzenetet. Mélységesen felháborít, hogy Magyarországon képviselettel rendelkező ország Izrael katonái gyermekeket és más civileket ölnek nap mint nap, több mint egy hónapja. Ami ennél is jobban felháborít, hogy sem Magyarország törvényhozása, sem más állami, magyar állami szerv a mai napig nem ítélte el hivatalosan a gyilkosságokat. Úgy gondolom, hogy gyilkos az is, aki ilyen vérrezés közben néma marad. Kérem, hogy amennyiben az ön kezéhez is tapadt vért szeretné lemocsni, úgy haladéktalanul hívja össze az országgyűlést, hogy képviselőink kifejezhessék, hogy a vérengzést elítélik vagy támogatják. Csak gondoljon arra, hogy hivatalos történelem oktatásunk szerint mennyire elítélendőként van beállítva az, hogy 1956-ban Magyarországot magára hagyták a harcában más országok. A mai estén az önháza előtti közterületen mécses gyújtok az ártatlan áldozatok emlékére, és ezzel kifejezem ki azt, hogy mennyire elítélem, hogy az ön által elnökölt ház megalkuvó módon csendben marad, amikor oly sokan szenvednek és halnak meg ártatlanul. Egy idézet illik ide, Damrón Inferno könyvből: a pokol legsötétebb bugyraiban azok szenvednek, akik erkölcsi válságok idején semlegesek maradnak. Szigetszent Miklós, mai napon Póka László. Ezt szerettem volna bedobni a postaládájába. Az országgyűlési őrség tisztviselője vette át ezt a levelet, mert hogy ő veszi át a postaládába szánt postákat, és megígérte, hogy átadja a házelnök úrnak, és akkor meggyújtom ezt a mécsest, mert az előbb nem sikerült. Ha valakitől kaphatok egy öngyújtót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát én személy szerint azért jöttem, hogy mind az Izrael által vívott háborúban a palesztin ártatlan áldozatokra emlékezzem, illetve felháborodjak azon, hogy az országgyűlés elnöke néma maradt, és összesen hívta a rendkívüli ülést. Amikor mi ugyanezt elvárnánk, én biztosan elvárnám, hogyha Magyarországot agresszió érné, akkor más országok álljanak ki és ítéljék el ezt az agressziót. De vannak itt, akik némák tudnak maradni. Hát ezt már megszokhattuk a házelnök úrtól. Úgy. Épp a minap gondolkodtam el azon, hogy annak idején, amikor trianoni emléknap volt, akkor szerettek volna a parlamentben megemlékezni Trianonról, és Kövér László házelnök ezt megtiltotta. És hogyha megnézi a média képviselője, az autója hátulján ezzel szemben Nagy Magyarország térkép van. Tehát igazán kettős a személyiség. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mit gondol a Palesztinában történt vérontásról. Valaki csöndben van, az azt jelenti, hogy beleegyezik. Nagyon sok is. Igen, én is azt gondolom. Az azt jelenti, hogy egyetért. Aki nem emelész fel a szavát, az egyetért azzal, hogy nőket, gyerekeket, civileket ölnek. Én nagyon szeretném, ha ez ügyben történnek lépések.